Kevesen gondolták volna, hogy lesz olyan parlamenti határozat, amely 100%-os támogatást kap, nulla tartózkodással, nulla ellenszavazattal, és hogy ez egy jobbikos képviselő nevéhez fűződik majd. Szilágyi György indítvány alapján az országgyűlés olyan törvénymódosítást fogadott el, amelynek nyomán a Polyák Imre halálával megüresedett nemzetsportolója címet egyszerre ketten is megkaphatják a jövőben. Jelen esetben Grosics Gyula és Buzánszky Jenő vendégünk, Szilágyi György, a Jobbik sportbizottsági tagja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hosszabb a bizottság neve, de a sport a lényeg most nekünk. Ebben az esetben. Honnan jött ez az ötlet, ami annyira diplomatikus és teli találat, hogy hát nem hiszem, hogy lehetett ellene szavazni? Hát valószínűleg ezért is fogadták el, hogy ebben a ciklusban ez volt az első olyan ellenzéki törvényjavaslat, amit támogatott a kormány. Honnan jött az ötlet? Ez véleményem szerint egyértelmű, hogy az az aranycsapat, aki nagyon-nagyon sokat adott ennek az országnak, hiszen az akkori időkben úgy érzem az aranycsapat kötötte össze a határon túli magyarságot a csonka országgal lélekben, tehát mindenki New Yorktól Erdélyig, délvidékig együtt dobbant a szíve az aranycsapat sikerei láttán, és sajnos egyre kevesebben vannak közöttünk már, tehát két élő legendája van még az aranycsapatnak, és ők nem voltak eddig a nemzet sportolói. Remélem, hogy azok lesznek, hiszen a döntés még ezután fog megszületni, de a lehetőséget már megadtuk, tehát elfogadta a ház azt a törvényjavaslatot, hogy az államtitkár eltérhet, és a kormány is eltérhet a 12 fős fix légszámtól. Tehát a 12 kiváló ember bővülhet 13-ra, ha arról van szó, és így mérlegelhet bizonyos esetekben az előterjesztő. No, hát, mi egyébként ugye jelöltük is Grosics Gyulát és Buzánszky Jenőt, ők elfogadták ezt a jelölést, tehát a Jobbik jelöltjeként indulnak majd, és hát a törvényeknek megfelelően ugye én, mint magánember fogom benyújtani ezt a jelölést. De mindannyiunké. Tessék? De mindannyiunké az a két így ember. Van. Tehát a Jobbik nem akarja kisajátítani őket, felkarolta. Egyébként ez csak így kipattant az ön fejéből, mert az ember azt gondolná, hogy ez kormánypártiaknak is eszébe juthatott volna, vagy egyszerűen csak ön gyors volt. Hát ez nekünk jutott eszünkbe. Uh-huh. Tehát ez... Nem hiszem, hogy elnézést kell kérnem érte. De úgyis, hát ezt az nekünk jutott eszünkbe. Szerintem egyébként úgy néz ki, ugye már a határozat támogatottságát nézve is, hogy ez egy jó ötlet volt, és így gondolták mások is. Egyébként, amikor kitalálta, akkor nagyjából biztos is volt abban, hogy nem igen lesz, aki elkezd kekeckedni ezen? Sajnos nem voltam biztos benne teljes mértékben, mint említettem, ez az első olyan ellenzéki törvényjavaslat, amit elfogadtak, tehát eddig az volt jellemző a kormánypártok részéről, hogy nem azt nézték, hogy mi a tartalma egy-egy módosító javaslatnak, vagy törvényjavaslatnak, hanem hogy kinyújtotta be, és azt lesöpörték az asztalról. Tehát itt is én azt mondom, hogy fönnállt a lehetősége annak, hogy esetleg lesöprik az asztalról, de hát ez szerencsére nem így történt. Na hát akkor annyit mondhatunk mindenképpen, hogy ha nagyon sok vita is, meg széthúzás van az országban, az aranycsapat nevének említésére, tehát arra még biztosan összehozható a nemzeti konszenzus, ez az eset az bizony. Ez így van, véleményem szerint egyébként a sport pont az a terület lenne, ahol nem szabadna a pártpolitikai érdekeket szem előtt tartani, hanem mindenkinek sportpolitikával kellene foglalkozni, aki ugye sportpolitikával foglalkozik, és együtt kellene tennünk a sportért. Folytatjuk a beszélgetést Szilágyi Györggyel, a Jobbik parlamenti képviselőjével, a sportbizottság tagjával, akinek a nevéhez fűződik az új parlament első 100%-kal létrehozott ellenzék által kezdeményezett javaslata. A Grosics Buzánszky féle javaslata nemzet sportolójának 13 főre való kibővítés, hogy mind a ketten bekerülhessenek. Ön szerint ez az eset, hogy ez most sikerült és átment ez a javaslata ilyen hatalmas elsőprő többséggel, ez bizonyítja azt a reményt, amit már az előbb említett, hogy talán a sportban, a sport területén egyszerűbb lesz nemzeti egyetértést összehozni, mint meg annyi más területén az életnek? Én szeretnék hinni ebben, meglátjuk, az idő majd eldönti, hogy ez így lesz, vagy nem így lesz. Azért a tapasztalatunk az elmúlt fél évben nem
teljes mértékben mutatja ez, de én még mindig hiszek abban, hogy a sport az állat a politikán felül, és hogy így fognak hozzáállni a többi képviselőtársai is. Amikor azt mondja, hogy a tapasztalatok azok nem mutatják feltétlenül ezt, vagy nem támasztják alá ezt a reményt, akkor milyen konkrétumokra gondol az elmúlt hónapokban, mióta dolgozik az új parlament? És most a sportra gondoljunk csak, hogy ott vannak-e negatív tapasztalatok. Nem egy törvénymódosító javaslat leszavazására gondolok, de egyébként nem csak a sport területére gondolok, hanem olyan javaslatokra is, például, hogy egy példát mondjak, benyújtottuk ugye a volt kommunista vezetők ne szerepelsenek a közéletben, erre benyújtottunk egy törvényjavaslatot, ezt a bizottsági tárgyalásnál a mellettem ülő Répási Róbert azt mondta, hogy hát ők ezt már 3 éve majdnem szóról-szóra ugyanígy benyújtották, és utána mégis leszavazták a bizottságon, hogy ez ne menjen tovább. Tehát ilyenekre gondolok, amikor nem azt számít, hogy mit nyújtunk be, mi a tartalma, hanem az, hogy ki nyújtotta be. A Borkai meghallgatás, Borkai Zsolt meghallgatása is, és a bizottságban kialakult hangulat, légkör is az a szavazás, az reményre ad okot? Kívülről nézve úgy tűnt, hogy persze voltak felvetések, amelyek nem feltétlenül mind csak hurrá optimizmusról tanúskodtak, de ott is lehetett látni valami fajta megegyezésre való törekvés, nem? Igazából a sport területén vannak olyan részek, amiket mi is támogatunk és pozitívnak tartjuk. Tehát pozitívnak tartjuk például azt, hogy olyan emberek kerültek egy-két helyen a sport élére, akiket véleményem szerint tényleg a sport szeretet és a sportért való tenni akarás fogja irányítani a munkájukat. Említettem Szene Attilát is, akit régóta ismerek, és tudom, hogy tényleg a sportért fog dolgozni, és nem más elvek fogják vezérelni. Borkai Zsolt is egy ilyen ember. Borkai Zsoltnál egyetlen egy kérdés lesz, ugye, hogy ő azért országgyűlési képviselő, sőt, hát egy nem éppen kis településnek a polgármestere is, tehát én remélem, hogy össze fogja tudni egyeztetni ezt a 3 nagyon-nagyon fontos pozíciót, hogy is el fogja tudni látni, tehát egy emberként. Az ugye az ördög a részletekben lakik, nézzük egyenként azokat a területeket, amelyek most mint a sport fejlesztésnek az eddigi finanszírozás megváltoztatásnak iránya fölmerültek, és nézzük, hogy az önök pártjának olvasatában, hogy mi volna jó. Tehát egy csatornás finanszírozás, hogy az olimpiai felkészülésnek a fontossága, az élsport, szabadidősport támogatási arányának megváltoztatása a szabadidősport javára, és a napi iskolai testnevelés. Tehát mondtam 4 ügyet, ami aktuálisan ott van a parlament előtt, és ott van a közéletbe vezető helyen. Ezekben az ügyekben a Jobbik támogatni tudja a kormánypártokat? Támogatni tudna, akkor menjünk visszafelé. Menjünk, ugye a mindennapos testnevelés kérdése. A Jobbiknak benne van a programjában, tehát nekünk volt programunk a választásoknál, meg lehet nézni, vissza lehet nézni. Mindenképpen szeretnénk bevezetni a mindennapos testnevelést a itt most, bocsánat, itt a szavakon lovagol egy pillanatra, hogy tehát nem a heti 5 óra testnevelést szeretnék bevezetni, mert arra gondolok, hogy ha heti 5 óra testnevelést, így szól a megfogalmazás, akkor lehet egyik nap 3, a másik nap 0, következő nap 2, aztán megint 0. Tehát a mindennapos testnevelés. A mindennapos testnevelést szeretnénk bevezetni. Ezt ugye amikor a sporthoz kapcsolódó adózásokról tárgyaltunk, akkor benne is volt a törvényjavaslatban, nagyon sokáig, több mint egy hónapig, mert eddig tartott, amíg el tudott jutni a tisztelt ház elé, és az utolsó pillanatban a Fidesz kivette. Azóta kaptunk ígéretet ugyanarra, hogy lesz tavasszal egy átfogó sporttörvény változtatás, és ott biztos, hogy benne lesz. Reméljük, hogy így lesz. Tehát mindenképpen szeretnénk, és mindenképpen támogatni fogjuk a kormányt akkor, hogyha mindennapos testnevelést bevezeti, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. Nem csak sportszakmai kérdés, hanem ugye ez az egész társadalomnak kiható kérdés. Tehát ezt mindenképpen támogatjuk. A szabadidősport, élsport, ha visszafelé haladunk, mint a rákok. Ide tartozik, menjünk az egykulcsos és a egycsatornás támogatáshoz a MOB-nál, maximálisan tudjuk támogatni, hiszen azt mondjuk, hogy igen, végre, hogy egycsatornás támogatást kívánnak bevezetni. Ez átláthatóbbá, sokkal jobban tervezhetőbbé teszi az egész sportéletet, hogyha ez normálisan működik, hiszen az eddigi működési rendszer az szerintünk nem volt megfelelő, és ez már ugye az előbbi kérdését is alátámasztja, hogy ez segíti az olimpiai felkészülést is, hiszen előre lehet tervezni, hogyha időben megkapják a pénzeket, akkor teljesen másképp működhet. Sőt, mi még azt is javasoltuk már most, hogy a
2012-es költségvetésnél vegyük figyelembe, hogy olimpiai éve lesz, és már előre különítsünk el egy olyan összeget, amit a MOP kezelne, és majd természetesen attól függően, hogy ők hogy látják, ők támogathatnának belőle olyan sportolókat, akik már megszerezték a kvalifikációt az olimpiára. Tehát ez egy ilyen rásegítés. Ez egy rásegítés lenne, tehát véleményem szerint ezt már a következő évi költségvetésben meg lehetne csinálni. Remélem, hogy így lesz. A támogatás kérdéséről mi mennyi jut? Mármint egy szabadidősport, élsport. Szabadidősport, élsport. Jelen pillanatban folyik a költségvetési vita. Mi reménykedtünk abban, mivel a Fidesz ugye folyamatosan azt mondta a választási kampányban, hogy nekik az a céljuk, hogy az Európai Unió által is elvárt szinten a GDP 1%-ára emelje a sporttámogatást. De ebben novemberben a kételjeit fejezte ki. Hogy ez összejön. Hát most is azt fejezem ki, mert ugye csak hogy számokról beszélünk, ez 260 milliárd forintot jelentene körülbelül jelen pillanatban. Na most az igaz, hogy a 2011-es költségvetésben egy kicsivel több jut, mint a 2010-es költségvetésben. Már én tegnap nagy megrökönyödéssel hallottam, hogy kiadtak egy olyan közleményt, amivel azt mondták, hogy másfélszer több jut a sportra, ami hát nem igazán látom én a számokban, hiszen úgy kell vizsgálni egy költségvetést, hogy azért 2-3 évet kell mindig összehasonlítani. Hogy csak egy példát mondjak, 2009-ben 67,2 milliárd forintot költöttünk sportra, most 2011-ben 67,8 milliárd forint az előirányzott cél. Hát ez egy nagyon komoly 0,9%-os emelkedés, tehát 1%-ot nem éri el az emelkedés. Ez véleményünk szerint elfogadhatatlan és nagyon kevés. Tehát ez, és ebben még benne van az is, hogy mondjuk azt mondom, hogy a Nemzeti Sportintézetre és a Nemzeti Sportközpontokra, amikre azt mondják, hogy stratégiai ágazatként tekint a kormány, arra szintén pár 100 millió, tehát 200 millió forinttal adnak többet, mint mondjuk, vagyis kevesebbet, mint 2009-ben. Tehát ott például egy csökkenés lehet látni, és ebben még az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye 5 millió, tehát ennyi volt a cél, de például 2009-ben 5 milliárd lett a tényleges kifizetés. Tehát teljesen alul volt számolva, és most ugyanúgy alul becsülték ezt az összeget, tehát itt megint gondok lenne. Jó, hát akkor szerintem ezzel még várjunk egy kicsit, és visszatérünk, amikor meglátjuk majd, hogy milyen valóságos számok jönnek, és miket fog a parlament megszavazni. Utolsó utáni kérdésem, csak az emberből mindig kibújik a Fradi, és ugye ön ugye sok szállal kötődik a Ferencvároshoz, és annak idején tagja volt egy radikálisnak mondott szurkolói körnek, ugye a kettes szektornak, most meg kellett szeridülnie képviselőként, és egyáltalán a fő kérdésem az, hogy hisze abba, hogy a Fradinak az ügye az most előre lendülhet, és a hosszú válság után valamilyen megoldás lehetséges. Nem tudom, hogy mi lesz a Ferencváros ügye, hiszen de ez is ide tartozik, hogy azt mondom, hogy mondjuk a sportlétesítmények, egy mondattal visszatérünk, a sportlétesítmények és az állam és az önkormányzati sportlétesítmények fejlesztésére szánt összegnél is 5 milliárd 121 millió forint volt az előirányzat, majd ezt a Kósa Lajos képviselő módosító javaslatával még megemelték 1 milliárd 250 millió forinttal, de ez azt jelenti, hogy ugye itt nincsenek részletezve a dolgok. Ez egy szám, amit azt mondják, hogy ennyit költünk rá. Csak hogyha ebből kivesszük azt az egyetlen egy sportlétesítményt, amire 5 milliárdot szeretnének költeni, és erre volt a módosító javaslat, amíg az áfát is ugye belerakták, akkor elköltenek több mint 6 milliárd forintot mondjuk a Debreceni stadionra, és maradt 121 millió az összes többire. Véleményem szerint ez is egy fölül számolt költségvetés egy stadionépítésre, ebből több pályát is meg lehetett volna építeni, esetleg például lehetett volna valamennyi pénzt a Ferencváros ülőjét és stadionjára is juttatni ebből a pénzből. Képviselő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és akkor majd még visszatérünk, hogyha lesznek fejlemények. Én is köszönöm szépen.